Embert próbáló időszakon van túl a nyíregyházi Móri Zsigmond Színház. Az elmúlt két évad járványhelyzet miatt elmaradt előadásait is pótolta a társulat. Sok esetben a próbafolyamatok és a bemutató között több mint egy éves kihagyás telt el. A kényszerleállások után az idei, ismét teljes évaddal a közönséget is sikerült visszacsábítani. Közel 80 ezer nézőt azért már a mostani évadban sikerült visszacsalogatni. Ez a Covid előtt bőven 100 ezer fölött volt, tehát van még hiányérzetünk, van miért dolgozni, hogy visszakerüljünk abba a népszerűségbe, amit megszoktunk a Covid előtt, de én úgy látom, hogy az előjelek azok abszolút jók erre. A feszített tempó ellenére példátlan hazai és nemzetközi sikereket ért el a színház a 2021-22-es szezonban. Horváth Illés művészeti vezető az Alszanak a halak, valamint a Közellenség című előadások országos sikerei mellett a színház szilveszteri előadását is kiemelte. Rendkívüli eredmény, hogy a társulattal forgatott Lélekpark című film nemzetközi hírnévre tett szert, a főszereplő Horváth László Attila alakítását pedig olyan elismeréssel díjazták, amelyet hazai színész eddig még nem kapott. Ezt az évadzáron vette át a színművész. Ebben az évadban olyan fesztivál meghívásokban volt részünk, olyan díjakat kaptunk, illetve volt ezek közül volt olyan kiemelkedő, ami és emiatt neveztem elsősorban történelmének ezt az évadot, most Horváth László Attila díjára gondolok. Önmagában az, hogy ez a társulat meg tudott alkotni egy nagyjátékfilmet, már nagy dolog. Az, hogy ezt a nagyjátékfilmet nagy, fontos, rangos külföldi filmfesztiválok a versenyprogramjukba válogatták be, ahol rendes nagy költségvetésű produkciókkal tudott versenyezni. Egy Nyíregyházán forgatott magyar tévéjáték, szóval ez önmagában egy nagyon nagy siker. És aztán az, hogy Horváth László Attila, az első magyar színész, aki Portugáliából, a Portói Fantasporto filmfesztiválról elhozza elsőként a legjobb férfi alakítás díját, ez aztán meg még végképp egy történelmi léptékű dolog, azt gondolom. Az évadzárón Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere gratulált az elért eredményekhez. Fenntartóként arról is beszélt, hogy a következő időszakban a megnövekedett energiaárak okozhatnak nehézséget a működésben. A legfontosabb elismeréseket jelentő díjakat is kiosztották. Nyíregyháza város nívó díját Tóth Károly színművész vehette át. A Kelet színésze Szabó Márta lett, ő kapta idén a Móricz díjat is. Nagyon szép szerepeim voltak, nagyon... Már az első bemutatóm, a Váratlan vendég, az is egy olyan lehetőséget adott játékterén, mivel ott több karaktert is, nem csak a fő vonalat, a felügyelőt, idézőjelbe felügyelőt játszhattam el, hanem sok kis apró, teljesen különböző férfi-női karaktereket, és az ilyen igazán egy ilyen nagy ajándék volt. Aranykalapács díjat kapott Boldizsár Barna díszítő, Aranyceruza díjat Antal Andrea rendezőasszisztens. A Lipót díjat Kovács Vecei Fanni nyerte. A Proteátrum díj tulajdonosa Horváth Margit, a Godó díjé pedig Gulácsi Tamás lett. A Hátsó Színpad Alapítvány díját Andrásdi Tibor Kellékes érdemelte ki. A 2021-22-es évad nézője pedig Lippai Bianka lett.